Köszöntöm a Szentendre ma adásának nézőit. Elsőként következzenek hírmagazinunk témái röviden. Segítség! A Pilis-Dunakanyar kistérségének 13 településére Szentendréről indulnak a mentők. Tikverők! A mohai hagyományőrzők jelmezes felvonulással üzték a telet a skanzenben. Játszótér! Zebegényből is érkeztek diákok a nyitott kör színjátszóinak szakmai napjára. Belgyógyászati és balesetek miatt riasztják leggyakrabban a mentőket a Pilis-Dunakanyar kistérségének 13 településéről, derült ki a mentősök statisztikájából. A segítség ilyenkor Szentendréről érkezik. A mentősök tapasztalata az, hogy sokan nem is tudják, hogy Szentendrén van mentőállomás, pedig teljesen felszerelt kocsikkal tudnak a riasztás helyszínére indulni. Elég nagy területen rendelkezik az állomás, hiszen Budapest táblától egészen a régió határáig, tehát Visegrádig, a Pilis, illetve a Szentendrei sziget, ez 13 települést akar, ugye az ott lévő emberekkel, és nyáron ugye a Szentendrei sziget, illetve Lányfalut, Visegrád, ugye a nyaralók, illetve a sok vikendes, tehát elég sok lélekszámmal számolunk. Ezt három autóval látjuk el, ebből kettő mentőautó 24 órás szolgálatot teljesít, egy mentőautónk pedig hétköznapokon, a hétfőtől péntekig, reggel 7-től este 7-ig teljesít szolgálatot. Egy autónk van rohamkocsi, illetve esetkocsi, ezen mindig van orvos vagy mentőtiszt, illetve szakápoló és egy mentőgépkocsi vezető. A másik két autónkon pedig szakápoló és gépkocsi vezető teljesít szolgálatot. Az állomásnak az autói nagyon jól felszereltek, az eset rohamkocsinkon minden olyan felszerelés megtalálható, ami tulajdonképpen egy kórházi intenzív osztályon, lélegeztetőgéptől, a EKG defibrillátor, a különböző gyógyszerek, különböző olyan segédeszközök, amivel sokkal könnyebben, és illetve hát az, hogy a sokkal nagyobb a túlélése azoknak, akik rászorulnak erre. A szentendrei mentősök szeretnék megismertetni munkájukat az itt élőkkel, hogy ne csak a bajban tapasztalják meg a jelenlétüket. És itt elsősorban a legkisebbekre gondolunk, hiszen a legkisebbek azok, akik még Isten igazából fogékonyak arra, hogyha meglátnak egy szirénázó autót, akkor felismerjék, hogy ez a mentő. Viszont nagyon szeretnénk azt is, hogy az óvodák és az iskolák is úgymond legyenek nyitottak, és szívesen vennénk azt, hogy amikor nyílt nap van például bármelyik óvodában, bármelyik iskolában, akkor elhívják a mentőszolgálat éppen szabadnapos munkatársait, hogy egy picikét ilyen első segélybemutatót tudjunk tartani, akár mondjuk a nagyobb korosztálynak, viszont már akár egy úgynevezett újraélesztésű bemutatót, hiszen bárhogy is vesszük, mindig szükség van arra, és soha nem tudhatjuk, hogy mikor lesz szükség arra, hogy mondjuk segítsünk akár saját osztálytársunkon, óvistársunkon, vagy akár ha felnőttekről beszélünk, akkor saját magunkról, illetve azokkal, akik együtt élünk. Nagyon szeretnénk a nagyobb intézmények felé is nyitni, és keresünk azokat a lehetőségeket, együttműködési lehetőségeket, ahol mondjuk az itt dolgozó bajtársak egy ilyen úgymond szolgáltatás kedvezményt tudnának igénybe venni, és cserébe az itteni kollégák viszont elsősegély bemutatót, elsősegély oktatást tudnának adni, akár ezek lehetnek vizes intézmények, akár olyan helyek, ahol mondjuk a saját munkatársaink a szabadidős tevékenységüket eltölthetik. Tehát mindenféleképpen nyitottak vagyunk, és ez nem csak Szentendrére vonatkozik, hanem akár egészen Visegrádig bezárólag bármelyik olyan intézményre, ahol van erre lehetőség, és amelyik intézmény erre nyitott. A mentőállomás épülete régi és rossz helyen is van, így évek óta dolgoznak azon is, hogy új helyszínre kerülhessen. Arról még nincs információ, hogy ez mikor lesz esedékes. Egy hónapos pihenő után február 4-től ismét részleges nyitvatartással fogadja a látogatókat a Szentendrei skanzen. A téli programsorozat folytatásaként február 3. hétvégéjén farsang-farki mulatság várta az érdeklődőket. Mohai tikverők jelmezes felvonulással üzték el a telet. A téli munkákat bemutató tematikus hétvégéken a fonó, a farsang és a disznótor hagyományaihoz kapcsolódó programok a tartalmas időtöltés és a felhőtlen kikapcsolódás ötvözetét kínálják a család minden tagjának egész februárban. Igen, ezen a hétvégén a farsangfarki mulatság van, ez a farsangnak az utolsó hétvégéje. Most a mohai tikverőzők vannak itt a múzeumban,
az idén a szellemi kulturális örökség listára fölkerült népszokást mutatják be itt nálunk a múzeumban, amikor elkergetik a telet, és zajkeltéssel és színes ruhákban, maskarákba öltözve a termékenység varázslást és a megújulást hozzák el a hosszú hideg tél után. A tikverőzés jellegzetesen farsangi szokás, melyet minden évben húshagyó kedden tartanak Mohán. A színes szalagokkal díszített maskarákba öltözött legények a betegséget és a telet űzik el. A népszokás jelentősége azonban abban áll, hogy még élő hagyomány a településen. A tékverőzés ez tulajdonképpen egy farsang, farki néphagyomány a mi kisközségünkben. Előzzük a telet, hozzuk a jó időt, a termékenységet, és hát ugye persze nem utolsó sorban a bőtermést és a tyúkoknak a bőtojáshoz a véget. Hogyan űzzük el a telet ilyenkor? Hangos szóval. Rettentő rondák a bohócok, mint ahogy látszik is rajtuk, és ijesztőek. Hát tulajdonképpen elijesztük a telet. Hát a koromnak ez egy termékenységvarázslás is, ahogy elmondtam, de tulajdonképpen a régi időben, mikor még tévé nem volt, ez a népszokás, ez kiterjedt arra, hogy nehogy véletlenül a jég elverje a buzájukat, vagy a termést, vagy jó tojáshozama legyen a tyúknak. Ugye a gonoszűzésre használták ezt a tulajdonképpen ronda ruhát, mert másnak nem lehet mondani, mert ahogy látják is, ahogy fúj a szél, rettetően fújja a szalagokat, és ezáltal ilyen ijesztőek, és így elijesztik a rosszat, a gonoszt. Télűzés és farsang után következik a böjti időszak. Nem csak a jó időt várjuk a 40 nap alatt, hanem húsvétra is készülődünk. A hétvégi programok ízelítőt adnak az év ezen időszakának hagyományaiból. Nemzeti ünnepünkön március 15-én húszárosan fogadja majd a skanzen a látogatókat. A következő hétvégeket már a böjti időszak témája fogja kimeríteni. Mindig az évszaknak és a jeles napoknak megfelelő szokásokat idézzük föl, és az ezekhez kapcsolódó ételeket készítjük el itt a múzeumban, amit meg is kóstolhatnak a látogatók, meg is nézhetik, hogy hogyan készülnek. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, felnőttek is és gyerekek is betekinthetnek egy kicsit a kulisszák mögé. A restaurálásnak mindig valamelyik ágát mutatjuk be. A március 15-i hosszú hétvégén a nemzeti ünnep lesz a fő témája a nyitvatartó napoknak. A nemzeti jelképekhez kapcsolódó programokat szervezünk. Népművészetmestereit hívtunk meg, akik a nemzeti jelképeinket teszik bele a művükbe. Fafaragók és csipkeverők jönnek hozzánk, megnézhetik őket munka közben a látogatók. Az ételkóstoló közül pedig megtudhatja a látogató, hogy mi volt Kossuth és Petőfi kedvenc, ezt elkészítjük és meg is kóstolhatják, de most nem árulom el, hogy mi az ő kedvenc ételük. Huszárjátékokat játszhatnak a gyerekek, kardot, csákot készíthetnek. A február 25-26-ai hétvége a böjt jegyében fog eltelni. Zebegényből is érkeztek diákok a Szentendrei színjátszótérre. Ezzel a címmel tartottak ugyanis szakmai találkozót a Nyitott Kör Egyesület színjátszói a Móri Zsigmond gimnáziumban. Árnyjáték, kreatív zenei tréning, mozgásszínház, improvizációs játék is várta a Nyitott Kör Egyesület színjátszó csoportjait február 18-án a Móri Zsigmond gimnáziumban. A Nyitott Kör Egyesületnek van egy uniós pályázata, amelyben közösségfejlesztéssel és többféle szakkörvezetésével foglalkozunk. A színjátszó szakköröknek tartunk majd egy olyan tréninget, ahol improvizációval, zenés improvizációval, mozgással fogunk foglalkozni. Ez egy felkészülési szakasznak az első mozzanata. Áprilisban mindegyik csoportunkkal szeretnénk valamilyen színjátszó vetélkedőre, színjátszó versenyen elindulni, és ehhez készülnek előadások. Az előadásokhoz ez egy ilyen előkészítő gyakorlati tréning, és nagyjából ez a kezdő időpontja annak, amikor az intenzívebb munka elkezdődik. Délelőtt négy csoportban fogunk dolgozni, a kisebbekből alakítunk két csoportot, két vegyes csoportot, a felsősökből alakítunk két vegyes csoportot, és így párhuzamosan négy tréning fut egymás mellett, lesz improvizáció, lesz zenés improvizáció, lesz mozgás, és a negyedik csoport pedig látványszínházzal, illetve
árnyjátékkal fog foglalkozni. Alapvetően, mint minden színjátszó jelenléthez, az szükséges, hogy itt legyenek fizikailag, szellemileg, jó kedvüket hozzanak magukkal. Pallagi Ákos a Nemes Nagy Ágnes színészképző kreatív zenetanára. A kreatív zenével ismertette meg hallgatóságát. A kreatív zene az egy nagyon különleges dolog. Arra irányul, hogy azokat a színházi eszközöket, amiket drámaórán a srácok használnak, tehát a klasszikus jelenetkészítést, egy-egy figurának a kidolgozását, a zenével úgy tudjuk megtámogatni, vagy úgy tudjuk színessé tenni, hogy nem a klasszikus értelembe vett tanuljunk meg egy dalt, és azt énekeljük el módszert alkalmazunk, talán ezt ismerik a legtöbben, hanem saját hangokból, saját effektekből próbálunk meg felépíteni olyan zenei környezetet, ami alkalmazkodik mondjuk az adott jelenethez, vagy az adott figurához, vagy az adott elkészítendő kis etaphoz. Ez egyrészt azt segíti elő, hogy azok, akiknek nincsenek korábbi zenei tanulmányaik, azok is egy picit könnyebben tudjanak elindulni egy ilyen úton. Tehát az önálló alkotás, a saját magukban rejlő lehetőségek felfedezése így talán könnyebb egy kicsit. Tehát kizárja egy picit azokat a görcsöket, amik egy klasszikus zenetanulásnál könnyebben előfordulnak. Körömi Gábor az árnyékok világába kalauzolta el a diákokat. Amennyire ősi a műfaj, annyira beleépül a gyerekek hétköznapjaiba, ha tudják használni, mondta a pedagógus. Az árnyak azért jók, mert nem azt kell megnézni, hogy én mit csinálok, hanem azt az árnyékot, ami rávetül a falra vagy az ernyőre. Tehát lehet akár több karom is, hogyha mögém állnak sokan, és mindenki fölemeli egy kicsit a karját. Így belőlem kibújhat egy másik ember, én kicsi vagyok, ő lehet nagy, mert hogyha úgy állunk be, akkor a vetítőt lehet úgy használni, hogy lehet módosítani. Ha kivágok papírból egy ekkora kis széket, akkor én arra le tudok ülni, mert hogyha azt ráteszem az írásvetítőre, akkor az egy egész komoly bútorzattá, egy berendezett szobává változtathatja az árnyképet. Megpróbáljuk ezeket az eszközöket használni, először csak karakterekkel, aztán utána figurákat próbálunk építeni, és utána talán eljutunk odáig, hogy jelenetben is gondolkodnak. Ősi módszer, hiszen amikor az ember a barlangban ült és nézte a tüzet, akkor egyszer csak hátra nézett, és látta, hogy egy vibráló árnyék van mögötte. Innen indulunk el, tehát a játékból, és akkor a játékból talán eljutunk a varázslatig. A folytatásban a hét emberével Sztakó János néven láthatnak beszélgetést az Árvácska Menhely és Alapítvány működéséről. Hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!